volt már korábban olyan, hogy a buszvárónak az ablaküvegét törték be, vagy egy kukát borítanak ki, tehát ezeket kellene nekünk elsősorban figyelni, illetve jelezni felénk, jó? Rövid eligazítás és kezdődhet a munka. Múlt héten pénteken éjszaka 9 körzetben járták Nyíregyháza utcáit a polgárőrök, akik felveszik a kapcsolatot a járőröző rendőrökkel, ha problémát észlelnek. Köszönöm szépen! A Benz úr téren éppen fiatalokat igazoltatnak a rendőrök, akik arra is felhívják ilyenkor a figyelmet, hogy közterületen tilos alkoholt fogyasztani. Ez pedig már Nyíregyháza egyik kedvelt szórakozó helye. Az ilyen helyeket is látogatják péntekenként a polgárőrök azért, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak. A tavalyi ilyen jellegű akciókat 417 fő bevonásával végezte a rendőrség. A polgárőrség erre már készült, hiszen 2013-ban elkészítettük az elsőlegesen a képzést, ahol kifejezetten ezekre készítettük fel a polgárőrséget, tehát a bűnmegelőzés, illetve a közlekedés biztonságára. Itt jelen pillanatban nagy megtiszteltés is számunkra, hogy 9 helyszínen a polgárőrségre rámeri bízni a város, a rendőrség a rendnek a figyelését, nem fenntartását, figyelését. Az akció elsősorban a lakosságot zavaró jogsértések, garázdaság, rongálás, rendzavarás megelőzésére irányul, illetve a szórakozó fiatalok biztonságát szolgálja. A tapasztalatok szerint van visszatartó ereje a fokozott jelenlétnek, azóta kevesebb például a rongálás a megyeszékhelyen. Érezhetően kevesebb volt az a javításra fordított összeg, amelyek eddigi évek során tapasztaltak, hogy a játszóterek szombat reggelre, vasárnap reggelre meg vannak rongálva. Csökken a közterületi bűncselekmények száma. Évek óta folyamatos tendenciaként kimutatható. A tavalyi évben jelentős volt ez a szám, és az első 4 havi statisztika alapján már tudom mondani, hogy tovább folytatódik ez, és bízom benne, hogy nyáron is meg tudjuk tartani ezt a szintet. A közterületi szolgálat tervezésekor a hatóságok figyelembe veszik az állampolgári bejelentéseket és a korábbi jogsértések jellemző helyszíneit. Fontos tudni, hogy a polgárőrök legfontosabb fegyvere a szeme és a telefonja, valamint a gyors helyzetfelismerő képessége. A polgárőrök ugyanis nem intézkednek, csak megfigyelnek, és akkor értesítik a rendőrséget, ha problémát észlelnek.